Magyarország ma szomorú és leszakadó ország, amely távol került Európától, a szabadság és jólét eszményeitől. Önkény uralom épül, amelyben ellenségünk a reménytelenség, a beletörődés, a közöny, és mindazok, akik ezt a bűnös rendszert létrehozták, működtetik és kiszolgálják. Orbán Magyarországán megnőttek a műtéti várólisták. Már életmentő műtétek is elmaradnak. Egyre több a stresszes beteg, és egyre többen halnak meg olyanok, akik még hosszú évekig élhettek volna. A jómódú kevesek megkapják az ellátást, a szegényedő sokak pedig csak reménykedhetnek ebben. Orbán Magyarországát naponta 3 orvos és 2 nővér hagyja el. Több száz házi orvosi állás marad betöltetlenül. Ha minden így marad, nem lesz, aki operáljon és ágytálat cseréljen. Orbán Viktor Magyarországán minden 3 megszületett gyermek közül 2 olyan viszonyok közé jön világra, ahol nem biztos az egészséges fejlődés, a megfelelő táplálkozás. 3 gyermek közül 2 aggódhat, hogy a családjában ki tudják-e fizetni a számlákat. Magyarországon ma közel 4 millió szegény ember él, több 10 000 gyerek éhezik, stadionország épül, miközben kígyózik a sor az ételosztásokon. Falvak százaiban lehetetlenült el az élet, drámai viszonyok között tengetik életüket magyarok 10 000-ei. Orbán Magyarországán a pedagógus karácsonyra nem kapja meg időben a fizetését. Megszabják, hogy miből és mit taníthat. Komisszárok figyelik a munkáját és jelentik a kormánynak, ha nem a rendszer követelményei szerint tanít. A gyerek túlterhelt és a menzakoszt is ehetetlen. Csak a jómódú család gyermekének van esélye diplomát szerezni. Orbán Magyarországán a hatalmasok mindent ellopnak, ami mozdítható. Uniós pénzt, jegybanki vagyont, földet, trafikot, kaszinót, magánnyugdíjat. Politikai pályafutások alatt milliárdossá vált gazemberek nézik le az ország polgárait. A korrupció átszövi a Fideszt, vezetőit, családtagjaikat, haverjaikat. Orbán Magyarországán fizetjük a világ legnagyobb áfáját. Rekordra hízott az államadósság, és rekordra gyengült a forint. Az orbáni adórendszerben az jár jól, akinek amúgy is jobban megy. Orbán Magyarországán minden második fiatal ki akar vándorolni. Már 500 000 magyar fogta a batyut és távozott. Nagy részük soha többé nem is jön vissza. Orbán szétverte a magyar családokat. A széthullott családok lelkében okozott kár felbecsülhetetlen. Ez Orbán Magyarországa. Ez a kevesek.